Átszakadt szalagkorlát, kidőlt tábla, árokba került autóbusz. Így nézett ki az M43-as autópálya földeáki lehajtója ma reggel. A balesetnek nincs halálos áldozata. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy Olaszországból Romániába tartó autóbusz a 430-as számú főúton, ez a Makó elkerülő főút, a körforgalomnál eddig tisztázatlan okok miatt az árokba hajtott. A balesetben többen megsérültek, azok, akiket a mentőszolgálat a helyszínről nem vitt el, és nem sérültek, őket a makói rendőrkapitányságra viszik egy külön busszal, ahol természetesen egyrészt kapnak ellátást, kapnak enni, illetőleg inni, illetőleg ki fogjuk őket hallgatni. A makói tűzoltók három autóval érkeztek a helyszínre. Elsőként stabilizálták a buszt, ami a baleset során veszélyesen megdőlt, majd több lyukat vágtak az ablakokon keresztül, felekítették ki a makói tűzoltók a sérülteket. A katasztrófa vidám műveleti szolgálat is a helyszínen van, és elvégzi a szükséges vizsgálatokat. A bejelentés nem sokkal 8 óra után érkezett a mentőszolgálathoz. A környező mentőállomásokról 9 mentőegységet és egy mentőhelikoptert indítottunk a helyszínre. A helyszínen összesen 18 sérültet láttunk el, melyek közül 13-at, két súlyosat és 11 könnyű sérültet az ellátást követően a környező kórházi intézményekbe szállítottuk. A súlyos sérültek között van medence sérült, mellkas sérült, bordatörött, felkas sérült és nagyon sok zúzódásos, karcolásos, könnyebb sérülés. A súlyos sérülteket a Szegedi Tudományegyetem sürgősségi betegellátó osztályára, illetve traumatológiai klinikára szállítottuk. Ott fog megtörténni az elsődleges diagnosztika, majd ugye a beavatkozások. A rendőrség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított nyomozást. Az érintett útszakaszon a forgalom 10 órakor indult meg félpályán.